egy újfajta a közlekedést segítő eszközt biztosít térítésmentesen az uglói látássérülteknek a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete az uglói önkormányzat segítségével, támogatásával. Erről az eszközről, illetve erről a lehetőségről beszélgetünk Mészáros Ágnessel, az érdekképviseleti szervezet alelnökével, illetve Szabó Rebeka alpolgármesterrel. Üdvözlöm Önöket! Talán mutassuk meg magát a berendezést, ami nem túl nagy, és Mészáros is kérem, hogy mondja el, hogy ez mire való, mit, miben lehet hasznosítani. Ez egy ö, ilyen picike kis eszköz, olyan, mint egy garástávirányító, amit minden laikus ember ismer. Ez az eszköz abban könnyíti meg a látássérültek életét, hogy a BKK által elhelyezett ezek a futártáblák, amit önök el látnak olvasni, számunkra meghangosodnak, és a rajta lévő információt me meghallgathatjuk. Mikor érkezik a busz, hanyas busz érkezik. Továbbá a négyes metrónál a mozgó lépcső menetirányának megfelelően oda vezet minket a mozgó illetve a mikrofonokkal el felszerelt lámpákat meghangosítja, így az átkelést segíti. Tehát tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy a, a látássérült oda megy egy futártáblához, megmond, megnyomja Megnyomuk a tárgányítón egy, egy gombot, és a futártábla tulajdonképpen felolvassa Felolvas. azt, ami rajta van írva. Én. Ez valóban nagyon hasznos. Miért szállt be ebbe az akcióba az uglói önkormányzat egyáltalán, honnét jött az együttműködés ötlete, lehetősége? Szerencsére ez az együttműködés a vgk nagyon régre nyúlik vissza, hiszen ugye Zugló olyan szempontból is speciális, és azt mondanám, hogy befogadó kerület, hogy itt azért több olyan intézmény van, amely valamilyen uh, sérüléssel élő embereket próbál segíteni, és hát ugye tudjuk, hogy a Vakok Állami Intézete, Vakok Iskolája is itt található, és nagyon örülünk neki, hogy a VGK Egyesületnek a székhelye is itt van nálunk Zuglóban. Tehát tulajdonképpen az, az önkormányzat évek óta támogatja valamilyen formában az Egyesületet szoktunk együttműködni, és nagyon-nagyon hálások vagyunk az Egyesületnek és az Egyesület vezetőinek azért, hogy mindig jelzik felénk, hogy mi az, amire éppen a látássérült embereknek nagyobb szüksége van, hiszen nem biztos, hogy mi ezt magunktól kitaláljuk, de nagyon-nagyon fontos az az érdekképviselet, az a hatékonysága, ahogyan ők dolgoznak. Ők jelzik felénk, hogy mire van igény, illetve van egy ilyen keret támogatás is, és akkor ők pontosan tudják, hogy mi az most például jelen esetben ez a futártávirányító, amivel tudunk segíteni a látássérült embereknek. Hogy juthatnak hozzá ehhez a látássérültek? Van önöknek egy listája esetleg, és kiértesítik őket, vagy nekik kell jelentkezniük? Mi 2000, az 15 óta egy közösség lámpásai mentori hálózatot üzemeltetünk Budapesten, többek között Zuglóban is dolgozik közösségi civil szervező kollégánk, aki klubokat és programokat szervez látássérülteknek. Tehát van egy meglévő taglistánk, és ebből a taglistából most jelen esetben 40 darab távkapcsolót tudtunk átadni. Június 18-án Rebeka szintén Igen. asszisztált ehhez és segítette Igen. a munkánkat, szóval már megtörtént mint az átadó. Igen, értesítjük őket telefonon, e-mailbe, megjelentetjük a hírlevelünkbe a felhívást, és ők jelentkezhetnek. Itt zuglói lakosnak kellett, hogy legyen. Nem tudom, ez a 40-es szám, ez hogy aránylik a, az esetleges rászorulók teljes számához? Van -e erről adat, hogy zuglóban hány ilyen látássérült ember él, akinek hasznos lehet egy ilyen távirányító? 2011-es KSH felmérésből tudunk dolgozni, ami megint csak önbevállaló volt, és ezért nem biztos, hogy fedi a valóságot. Nyilván jobb, jóval többen vannak. Viszont ezt fontos hangsúlyozni, hogy ez azoknak az embereknek könnyíti meg a közlekedését, aki egyedül és önállóan közlekedik, hiszen aki még nem tartott, hogy egyedül közlekedjen, annak kísérője van. Szóval most ez egy nagyon szép szám, és, és akinek SOS-be szüksége volt, azt megkapta. Továbbiakban viszont majd csináljuk a felméréseinket Persze. és jelezzük. Igen. Esetleg folytatódik ez az akció. Persze, van. úgy nem az önkormányzat uh, minden évben... Uh, egy jelentősebb összeggel is támogatja az Egyesületet, illetve vannak ilyen kis külön projektek, hiszen többféleképpen tudunk forrás biztosítani. Legutóbb csak egy példát mondok, ami nem ez volt, de ugye a Szociális Bizottság a saját keretéből egy digitális olvasósarok megvalósítására is jutatott forrást a látássérülteknek. Tehát mindig vannak ilyen kisebb projektek, és aztán a, a, keret összeget is éppen a VGK nyilván arra tudja költeni, amire a legfontosabb. Erről ugye nyilván mindig elszámolás van minden évben tehát nagyon szigorú szabályok Megy, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog. Azt tudni kell, hogy ezt az eszközt meg is lehet vásárolni. Van ugye egy ilyen láthatár, láthatár bolt, volt, um. igen, ahol többféle eszköz lehet venni, ami segíti a látássérülteket. De nyilván nagyon fontos az, hogy, hogy ezt ingyenesen is biztosítsuk azoknak, akiknek esetleg nincsen erre források. Egyébként kapott ebből a vakok állami intézete, meg a, a vakok általános iskolája is. Nincs. Tehát nyilván ott is fontos, hogy ezek az eszközök akár nem tudom forgórendszerben használhatóak legyenek, megjelenjenek, elsajátítsák ezeknek a használatát. Ha már a, a, Zuglóban élő látássérültekről beszéltünk, nem tudom, hogy vannak-e arra nézve is adatok, hogy az ő számuk az, az csökken, nő vagy stagnál. Tehát magyarul ez a hátrányos helyzetű csoport, ez növekszik-e, vagy éppenséggel csökken a létszámuk? Ö, mindenképpen azt gondolom, hogy sajnos nő, mert egyrészt az intézmények is ide ö, Szóval sok az, aki csak yeah. itt lakik, albérletben lakik, zugulva, és egy szinten tanulás szempontjából veszi igénybe. Be, Sz nem akarom megszakítani, de a gondolathoz kapcsolódik, hogy talán arról van szó, hogy mivel zuglóban vannak e, ilyen látásérültek számára fontos ilyen. intézmények, iskolák, gyógyintézetek, ezért ide is költöznek ilyen. azok az emberek, akik ezekre a szolgáltatásokra szorulnak Igen, rá? hiszen akár legpraktikusabb mód, hogy kollégiumba vagy az utazás is nehézséget okoz adott esetben is, és igen, emiatt itt életvitelszerűen itt élik a mindennapjaikat, és... Ö, Sajnos tényleg azt tapasztaljuk, hogy akár a, a telefonok, a számítógépek, hogy sok esetben látásromláshoz vezet. Igen, itt csak annyit ott eszembe, hogy egyrészt talán az éplátású embereknek is fontos, hogy az utcán közlekedő látássérültekhez tudják, hogy hogyan állnak hozzá, hogyha beszélett tábla, akkor az azért van, mert egy látássérült ember éppen használja, hogy hogyan lehet esetleg nekik segíteni, tájékozódni. Bár van, aki számomra egészen megdöbbentő módon tájékozódik, úgyhogy látom, hogy fehér botja van, és elképesztő hatékonysággal közlekedik, tényleg le a De hogy amit itt az előbb Ágnes említett, tehát hogy azért nagyon sok olyan ember van, akinek van valamilyen látás problémája, csak azt egy szemüveggel lehet korrigálni, nincs. de azért én is tudom azt, hogy milyen érzés, amikor mondjuk nincs az emberen rajta a szemüveg, és akkor éppen valamit nagyon nem lát, vagy nagyon nem talál. Tehát igaziból ez a határmes, de nem, nem mindig annyira éles, hogy úgy mondjam. Meg ugye elkönölítünk gyengenlátót, látót és vakot, három kategóriát é, különböztetünk meg, és... Így az önkormányzat az érzékenyítő programokat is támogatta, igen, melyet igen. folyamatosan végzünk zuglóban, óvodákban, iskolákban, mert hogy a jó erős gyengenlátó integráltan tud tanulni. Szóval ő részt tud venni az egészségesekkel, nem fontos neki a... a lehet, hogy van egy nagyítója, vagy lehet, hogy van egy kinagyított könyve, de hogy abszolút részt tud venni, azért igen. próbáljuk integrálni látássérülteket, viszont a szemlélt formálást azt emellett végzi az Egyesület. Köszönöm szépen az információkat, és hát sok sikert kívánok a további akciókhoz, hogy minél inkább könnyebbé váljon a zuglóban élő látássérültek élete is. Nagyon szépen köszönjük. Igen, köszönjük a lehetőséget.